Az oroszok kedd éjszaka rakétatámadást intéztek Zaporizsja városa ellen. Anatolij Kurtyev, a zaporizsjai városi tanács titkára közösségi felületén azt írta, hogy ketten meghaltak, hárman megsérültek és további három embert eltűntként tartanak nyilván. A lakosokat biztonságos helyre evakuálták, pszichológiai és egyéb segítséget nyújtottak nekik, írta a zaporizsjai területi katonai közigazgatás vezetője Jurij Malaszko. A katasztrófavédelmi szervek továbbra is dolgoznak a helyszínen, átkutatják a törmelékeket, túlélőket keresve.